daganatos csoportokban azt írják, hogy ne fogyasszatok gyógygombákat, mert tönkreteszi a vesét. Hát ez ugyanakkor a butaság, mint az, hogy különböző vércsoportúak nem fogyaszthatnak például ganodermát. Szeretném leszögezni és mindig újra megerősíteni, hogy senkinek semmilyen szerve nem károsodik azért, mert valamilyen gyógygombát fogyaszt. Az már lehet, hogy bizonyos gyártók a gyógygomba mellé még más adalékanyagokat tesznek a készítménybe, és az okozhat vese vagy egyéb problémákat. Hogyha ez végig gondolod, hogy a DXN-nek például a ganodermája, ami az RG, ami az érett készül, az körülbelül 100%-ban ganodermát tartalmaz. Abban még a rostok sincsenek benne, csak a hatóanyagok. El tudod ezt képzelni, hogy mit jelent az, amikor valami ennyire tiszta, hogy semmi nincs mellette. Volt egy ismerős, aki nemrég kezdte el fogyasztani a DXN-nek a termékeit, és azt mondja, hogy ő már korábban is fogyasztott gyógygombákat, mert ő neki az emésztésével komoly gondok voltak nagyon-nagyon régóta már, és próbálkozott ő is mindennel, és valamilyen szinten használtak azok a termékek is nyilván, de ő azt vette észre, hogy borzasztóan puffadt tőle, és emiatt hát nem nagyon szeretett társaságba járni, mert azért ott kellemetlen, amikor az ember mert a gázok felgyülemlenek, és amióta a DXN termékeit fogyasztja, azóta ez nincs. Tehát a jó tékony hatás az megvan, csak nincsen a kellemetlen mellékhatás. És ez tényleg annak köszönhető, hogy a DXN termékei azok ennyire tiszták. Nem véletlen az a GMP minősítéssel, ami a cégnek megvan, ami azt jelenti, hogy akár gyógyszert is gyárthatnának, mert annyira nagy a tisztasága az üzemben. Szóval ez mind-mind benne van abban, hogy én miért éppen ezeket a termékeket ajánlom, mert tudom, hogy ezek ennyire jók.